a Hunyadi utca rekonstrukciója augusztus 26-án fog elindulni, ami azt jelenti, hogy az Ócsai úttól a Petőfi utcáig újul meg az útburkolat, mellette ki lesznek cserélve a vízcsövek is, minden át lesz kötve, új vízvezeték lesz, az Ócsai úton a boltok előtt parkoló fog épülni, mert ott áldatlan állapotok vannak, jobb oldalt és bal oldalt is, és az István utcához lesz egy okos zebra építve, hogy a lakosok kényelmesen tudjanak átmenni a másik oldalra, mert a kamionforgalom elég nagyot. Kicserélni és időben nyomás próbázni, akkor van, amikor október közepére elkészül. Ez mekkora fennakadást okoz majd esetleg az ott lakóknak, tehát mennyire kell felkészülniük teljes lezárásra? Hát biztos, hogy fennakadásokat fog okozni, de a kivitelezők időben fogják értesíteni a lakosságot, hogy mikor kell számítani forgalomkorlátozásra. A parkolók is úgy lesznek megépítve, itt is lesz szegélykő, megcsinálva a maga a mellette lévő rész is, árok tisztítás, ahol vízelvezetés van, az is lendbe lesz téve. Hát gondolom, hogy ahogy a, Pető, vagy ahogy a Hunyadi utcának a Petőfi utcától a Vörösmarty utcáig készült el, már az a rész, az is járható, és ugyanilyen állapot lesz. Mi a távolabbi terv? Van esetleg még utca út, amit majd felújítanak ebben a ciklusban? már nincs. Tervek vannak, de majd az már átnyúlik már jövőre milyen pénzből készült el ennek az útnak a rekonstrukciója? Az önkormányzat saját költségvetéséből fedezte, az út olyan 121 millió forint bruttó, fog kerülni a parkolókkal együtt, ebben benne van már az építés is, a maga vízcsövek cseréje az olyan 75-80 millió forint.